De mondom, én megyek haza, otthon a gyerekem 4 éves, én haza akartam menni, mint minden anya. Több mint 70 éves adósságunkat törlesztjük ezekben az években. A magyar kormányzat, civilek, magánszemélyek, kutatóintézetek és jó akaratú emberek hajtanak fejet azok előtt, az áldozatok előtt, akiket 1944 és 45-ben elhurcoltak szovjet kényszermunkatáborokba. 2003 óta foglalkozom a Málenki robot történetével. A Pásztortűz Egyesület számára pedig mindig is fontos volt az, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Ezért nagyon örültünk annak, hogy a magyar kormányzat foglalkozik ezzel a témával. Kiadványt adtunk ki, konferenciát szerveztünk, emléktáblát avattunk, és egy dokumentumfilmet tudtunk megvalósítani ezáltal. Elutaztunk a Felsőbácskába, és ott hozzátartozókkal, adatközlőkkel és a tragédiát elszenvedőkkel tudtunk beszélgetni. Az áldozatok előtt akarunk fejet hajtani ezzel a dokumentumfilmmel. Emlékezni és emlékeztetni akarunk, hogy soha többé ne történjen ilyen tragédia, ami 1944-45-ben a felsőbácskai németekkel, magyarokkal és rengeteg ártatlan emberrel történt. Baja a Felsőbácska fővárosa. Gazdaságilag, kereskedelmileg és politikailag az egyik legerősebb települése volt ennek a térségnek. A török hódoltság idején se pusztult el, sőt az egyik kiemelkedő helysége volt a felsőbácskai régiónak. A török kiverése után tovább növekedett a jelentősége, és tovább szaporodott a lélekszáma, betelepülés és szaporodás által is nagyon sokan éltek ezen a területen. Magyarok, bunyavácok, németek, zsidók nagy szeretettel költöztek erre a területre. A város lakossága, mint pedig forgalma és kereskedelmi fontossága a 19. századra nélkülözhetetlenné vált Bács-Bodrog vármegye szempontjából. A német lakosság folyamatosan érkezett és erősödött gazdaságilag és közéletileg az egyik legfontosabb nemzetiségévé vált a településnek. Az első világháború után a németség még erősebbé vált, ezáltal nagyon sok ellensége lett. 1944-ben a németek egy része már ősszel elindult a nyugati határ felé, és menekült Németországba. A bajai németség számára nem sok választási lehetőség maradt. Vagy a szovjet megszállás alá kerülnek, vagy Németország felé menekülnek. 1941-es népszámláláskor anyanyelv szerint 2304 német élt a településen. Jó részük ekkor, 1944-ben elmenekült. 1944. decemberétől az ott maradt németeket elkezdik összegyűjteni, és a szovjet megszálló alakulatok őket is Szovjetunióba vitték. Egyes források szerint összesen 117 férfit és 41 nőt vittek el Málenkei robotra 1944 és 45 telén. Baja település azért volt kiemelkedően fontos, mert gyűjtőtábort hoztak létre 1944. decemberétől ezen a településen. Tolnából, Baranyából, a Felsőbácskából rengeteg svábot irányítottak Baja településre, és innen vitték őket a Szovjetunióba kényszermunkára. A bajai németség tragédiáját később az 1946-os kitelepítés tetőzi be. Thank you.
édesapám Hartai Kilián vett részt sajnos ezen a sajnálatos elhurcoláson. Ő 1924-es születésű. 1945. január 6-án hurcolták el bátcsalmásról, és közel 5 év múlva, 1949. november 6-án tért vissza bátcsalmásra. Az 1941-es népszámlálás szerint 6870 német élt Bácsalmáson. Gazdálkodók voltak, értelmiségiek voltak, a kulturális és a gazdasági közélet meghatározó szereplői. Házaikból egyre kevesebb van már meg, a temetőben a régi sírfeliratok még olvashatóak. Szimpatizáltak a harmadik birodalom eszméivel, de nem mindenki vált Hitler követőjévé. Jelenlegi tudásunk szerint a 6870 főből 2238 fő volt Volksbundista, és 4714 lépett be a Wehrmachtba vagy az SS-be. Sokan nevet változtattak, hogy magyarrá váljanak. Sokan viszont elkötelezetté váltak a német birodalom irányába. Több száz bácsalmásit vittek el Málenki robotra, a legnehezebb időszak köszöntött be 1944. decemberébe a bácsalmási németekre. Egy részüket Bajára vitték, egy másik részüket pedig a kiskunhalasi gyűjtőtáborba deportálták, és onnan viszik tovább a szovjet munkatáborokba. Én nem tudom, hogy más településen hogy volt, de mondjuk Bácsalmáson azért ez teret adott a személyes bosszúállásoknak is akár. Úgyhogy azt azért minden túlélő elmesélte, hogy ismerősök jöttek érte, és maximum egy olyan személy, akit ő nem ismert. Ugye akkoriban Bácsalmáson a rendfenntartó erőt a partizánok képezték, úgyhogy apuért is két ismerős helyi partizán jött. És ő, mivel ismerte őket, annyit elért, hogy az öccsét nem vitték el. Apu azt kérte, hogy ha itt tényleg csak egy kéthetes front mögötti munkáról van szó, akkor majd, hogyha ő hazajön, akkor vigyék el csak a testvérét. Hát erre már nem került sor, mert hamar kiderült, hogy hol is lesz ennek az útnak a vége. Tehát ugye ez a második volt az ő transportja, ővelük január 6-án a déli harangszóban indultak el Bajára. Az első transportot is ott gyűjtötték egyébként össze, és a harmadik transport, a legutolsó, hát ők már a legvégén lettek elhurcolva, január legvégén, és ha jól emlékszem, 31-én indult el velük a vonat, őket viszont Kiskunhalasra terelték át, tehát ők nem Bajáról indultak. És mint utóbb kiderült, ez volt igazából az utolsó transport, mert februártól leállították már az elhurcoltak kiszállítását, úgyhogy ők még az utolsók között mentek. Egy sokat szenvedett ember, édesapám, Hartai Ernő, 3 éves hadifogságát töltötte Oroszországban. 1944. október 18-án szedték össze hadifogolyként, ő Levente volt, tehát hadifogolyként Bácsalmáson. Az élete keserves volt. Bácsalmásról Oroszországba Cserepovecre vitték. Az itt töltött 3 év nagyon mély nyomot hagyott benne. A legszörnyűbb az volt számukra, hogy még vizet sem kaptak inni. Havat ettek, hogy szomjukat csillapítsák. Többször hitegették őket, hogy hazamehetnek, de ez csak 3 év után valósult meg.
második világháború végeztével a németség bűnös néppé változott, és megkezdődtek a retorziók. Kezdődött azzal, hogy 45-ben édesapámat Bajára, a bajai, azzal a szöveggel, hogy Bajára viszik őket a bajai lebombázott hidat felépíteni. Ez mikor történt? Ez 45. január 6-án, vízkereszt napján. Hogy hívják az édesapját? Kél Mihály. Mikor született? 909. november 9-én. Meg is indultak három napi élelemmel, de nem Bajára, hanem Kiskunhalasra. Sokad magával, Bácsalmásról, sőt Dunántúlról is, Bátaszékről, Bonyhádról, de kimondottan német nevű embereket vittek. És Bajára, Kiskunhalas fele irányították őket, ahol az elosztásuk megtörtént. Az apukám transportját, mert ők mindig transportnak mondta a drágám, és Oroszország fele irányították. Az út nagyon hosszúra nyúlott, éhezve, fázva, tél január lévén fázva, szomjazva voltak, akik nem is bírták az utat, menet közben meghaltak, és az őrzőik kidobták a tetemeket. Hát szóval nehéz körülmények között értek a még nehezebb helyzetbe, bármint Oroszországba, a Donyec-medencei szénbányába. Bácsbokod Bácsalmástól nyugatra található. Régebben Bikisnek is hívták ezt a települést. Rengeteg szerb, bunyevác, német, sváb, magyar és zsidó élt itt ezen a területen. Közel sem szimpatizáltak olyan sokan a németekkel, mint egyes másik felsőbácskai településeken. A Volksbundba 544-en léptek be, míg a Wehrmachtba 172-en. 1944. decemberre meglepetés volt számukra, nem gondolták, hogy rájuk is sor kerülhet a deportálások kapcsán. Bajára, illetve Kiskunhalasra szállították el őket. 1944-45-ben Málenki robotra 26 férfit és 9 nőt vittek el jelenlegi számításaink szerint.
Bács Borsod Bajától délkeretre fekszik. Hajdani neve Borsod Szent Lőrinc. A korabeli visszaemlékezések egyszerűen csak cselédtelepnek hívták, a németség létszáma viszont igen nagy volt. A csupán 1875 fős településen 1941-ben 558 fő vallotta magát német ajkúnak. Nagyon kevés adat maradt róluk fenn, házak, sírkövek őrzik leginkább az emléküket. 1944. decemberétől Málenki Robotra 24 férfit és 8 nőt vittek el. Császártöltés a felsőbácskai régiótól északra található, az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli részén fekszik. Annak idején igen sok német települt ebbe a községbe. Az 1941-es népszámlálás szerint 2621 német ajkú személy lakott itt, a 3670 fős császártöltésen. Meghatározó volt a szerepük a község életében. Nagyon sok németet vittek el katonának már a II. Világháborúban. Sajnálatos módon, bár nem volt túlságosan népszerű a Volksbund, az SS és a Wehrmacht, mégis közel 500-an léptek be ezekbe a szervezetekbe. 1944. decemberétől fogták össze a császártöltési svábokat, és vitték Bajára, illetve Kiskunhalasra. A források ellentmondásosak, maximum 400 császártöltési németet vittek el 1944-45 telén a Szovjetunióba, Málenki Robotra. Döbbenetes az adat, a több mint 2600 fős császártöltési közül 1949-re csak 13 maradt a község területén. Csátalja település a Bajai járásban található, Baja alatt van. A török korszakban sem pusztult el teljesen, újra telepítették.
Többségében magyarok, szerbek, illetve németek lakták ezt a települést. A 20. századra döntő többségben német ajkúak élnek Csátalján. 1941-es népszámláláskor 2415 fő vallotta magát németnek a 2758 fős településen. Nagyon kevesen szimpatizáltak a harmadik birodalommal, csupán 78 fő lépett be a Volksbundba. Nagyon keveset tudunk az itteni németség meghurcolásáról a Mahlenki robot idején. Jelenlegi forrásaink alapján 1944-45-ben a Mahlenki robotra hurcoltak közül 6 férfi és 2 nő volt. Nagy valószínűség szerint őket Bajára szállították át. Ma már nagyon kevesen élnek a németek közül Csátalján. Régi németek, svábok emlékét már csak házaik és régi sírköveik tartják fent. A Mahlenki robotot tulajdonképpen itt a faluba, ahogy a későbbiek folyamán elmesélték az idősebb emberek, mert én is akkor gyerek voltam még, 9 éves, úgy egész pontosan mondjuk ezt én igazán úgy nem tudtam, de elmesélték, hogy itt a községben voltak olyan megbízott emberek, akik elmentek bizonyos házakhoz, amit valakik az előjáróságból megjelöltek, német családokat, ahol férfiakat, nőket elvittek aztán Mahlenki robotra. És volt olyan is köztük, aki elmentek házhoz, fiatalasszonyt megtalálták egy 2 éves kislánnyal, és azt mondta a helybéli valaki, hogy hát ezt a nőt is el lehet vinni, akkor volt olyan 30 év körüli ez a nő. De, és az orosz katona jóindulatú volt, és azt mondta, ilyen anyát nem viszünk el a gyerekem elől. Tehát nem csak rossz, hanem jóindulatú oroszok is voltak a sok között. Úgy történt az egész Mahlenki robothoz az összegyűjtés, hogy kocsikkal, vagy ki hogy tudta elvinni, mert egy hetes munkáról volt szó, hogy be kell csomagolni élelmet, ruhát, egy hetes munkára viszik el őket. Bajára vitték az embereket, illetve elvitték, még családtagok vitték el őket, és ott búcsúztak el tőlük, ahol volt a gyűjtőhely, a harmadik Béla gimnáziumba, és volt egy, valamikor volt egy mintelep, ott is volt egy nagy udvar, és ott is volt egy hatalmas épület, és ott is voltak, ahol még az embereket összegyűjtötték. Az én szüleimet és mind a kettőjüket értesítették, hogy menjenek el. Közben az öcsém az 43. márciusában született, tehát az édesanyám nem is lett volna köteles, hogy elmenjen, nem is lett volna szabad őt listára venni sem. De valahogy ő neki azért sikerült, nem ért oda a gyűjtőhelyig, hogy így mondjam. És sikerült elmennie úgy, hogy csak édesapám került aztán úgy, hogy a gyűjtőhelyen jelentkezett, és hát ő ott is maradt, és akkor Bajáról szállítottak el vonatra. Tették őket, és elszállították őket. Hosszú hetekig mentek, mert mentek Románián keresztül, és ő tulajdonképpen a Donyec medencébe került, úgyhogy Sztálinó volt az a város, ahol elosztották az embereket különböző helyekre. A település nem tudom már, mert az egy kisebb település volt, ahol tulajdonképpen, ahová őket elvitték.
Csávoly település a Felsőbácskában a Bajai járásban található, Bajától keretre fekszik. Már a 14. században emlegetik ezt a települést okleveleink. Vegyes lakosságú volt, délszlávok, magyarok, németek és zsidók laktak itt ezen a területen. A svábok meghatározóak voltak a település életében, lélekszámuk az egyik legmagasabb volt. 1941-es népszámláláskor a 3253 főből 1863-an voltak német ajkúak. Közel sem szimpatizáltak olyan sokan a harmadik birodalommal, mint a környező települések közül. A Wehrmachtba közel 600-an léptek be. 1944. decemberétől fogják őket össze, és viszik át Bajára az itteni csávolyakat. Csávolyak másik részét pedig a kiskuhalasi gyűjtőtáborban szedik össze. Jelenlegi tudásunk szerint közel 50 németet vittek el Mállenki-Robotra. Nagyon sokan ott haltak meg. Azon szerencsés települések közé tartozik, ahol még vannak, akik tudnak mesélni ezekről a szörnyűséges évekről. Német ajkú anyanyelvű, jelentkezik a tanácsházán, nem tudom, egy hét múlva volt ez intézve, pontosan nem tudom, hogy 3 napi dunántúli munkára kukoricát kapálni. Akkor nem is volt még kukorica, december volt. Jó van, azt mondja a férjem, az oroszok benn voltak, ugye? Azt mondta a férjem, itt el kell menni, benn vannak az oroszok, hát elmegyünk, 3 napot kibírunk. El is megyünk, ja, elmegyünk. És mikor el kellett indulnunk, tanácsházana gyűltünk össze, de meg is mondták előre, hogy csak 4-esével mehetünk oda, de hogy mi, nem tudom. Úgy is volt, 4-esével mentünk, gyűjt egy lovas kocsi vitte csomagjainkat, és így jöttünk ide Garára, Bárstánygyördörő. És az úton már kínált sok nép nézni az emberek, és utána hallottam, ezek már tudták, hogy minket Oroszországba visznek. Mert ezek mind bunyavált, ezek tudták már, akkor volt ez ilyen orosz izé. És akkor este Vaskútig tudtunk csak elmenni. És akkor négyesére mentünk, gyalog a kövesére, kocsi jött velünk, ezek még kínáltak a nézők, a gyújtó nincs nagy utca, rövidek. És akkor Vaskútig el tudtunk menni. Akkor Vaskútig aludtunk már egy oldba, ahol sokan voltunk ott bent, nem tudom, tehernek voltak, üres volt most. És a másnap reggel újból föl kellett menni, gyalog mentünk Bajára, a tanítóképzőbe. És oda, ott már 1 millió ember, már vécék folytak ki, meg annyi ember volt ottan. És akkor férjem, és az oroszok már olyan kis harmonikájuk volt, azok már ott harmonikáztak. De civilek voltak. És akkor azt mondja, egy zsidó, egy ilyen sapkája volt, azt mondja neki, jó ember, maguk miért nem szöknek meg? Azt mondja, miért szöknünk meg? Kibírunk 3 napot Dunántúlra menni. Kapálnak télen maguk? Nézzen csak körül, mi van körül, magukat viszik Oroszországba. Tele volt minden orosz fegyveres katonákkal. Akkor már meg is voltunk. Akkor már menni nem tudtunk sehova. Akkor rá, talán egy 3, az a tanítóképző, már rengeteg ember volt. Akkor talán 1-2 napra, akkor kölött a nőket először sorba, kikísértek bennünket a fegyveres katonák a vasútállomásra. Oda kiértünk, és olyan sose felejtem, olyan állomás volt, ahol ilyen lovak voltak, emberi vagon volt ez.
és ilyen nagy, nagy kapuja volt, és oda kinyitották, oda betolincoltak, nem tudom hányat, már 30 volt, hogy mennyit bennünk nőket, és akkor az orvos azt mondta, akkor már most, nem tudtam, hogy mit mondott, de most már tudom, jé, pasumágy, hogyha egy megszökik, akkor puf-puf. Van a település, ahogy a régi helytörténeti monográfiák említik, egy igen régi helység a bajai járásban. Már harmadik András korában is emlegetik. Baja városától függ, sokszor bajai birtokosa van. Vegyes lakosságú, németek, délszlávok, magyarok és zsidók lakják. A németek döntő befolyásra tesznek szert a 20. századra Gara település életében, gazdaságilag meghatározóak, kulturális közéletben, életmódjuk által is mai napig láthatóak a nyomaik, svábházak, sírkövek mutatják azt, hogy itt régebben nagyon sok német élt. Na most megyünk haza, új ruhát kaptunk, új cipőt, de hova visznek megen? Most olyan furcsa volt ez, mert tiszta új ruhát, tudom, páratlan cipőt kaptunk, de már örömünkben vagóba táncoltunk, ugortunk, ahogy tudtunk. Nem is volt erőnk. És akkor szintén éjjel vittek bennünket. Tudják, hon értünk-e? Az oroszok kísértek bennünket, a katonák. És Debrecenbe, Magyarországon álltunk meg. És mi nem tudtunk, hon vagyunk. Mikor megállt a vonat, jé, hát az oroszok jönnek velünk, kezet fognak csúkére, és a magyar katonákot fogadnak bennünk. Na, ezt látták volna ki, és földre csokoltuk, hogy itt vagyunk. Vörös Hadsereg parancsnoksága kiadta a parancsát arról, hogy jóvátételi munkára kell menni hölgyeknek és férfiaknak. Meghatározták a kort is, hogy hány éves kortól hány éves korig, milyen évjáratok tartoznak oda. Akkor erről a magyar kormány nem tudott, mert utólag adta ki a belügyminiszter, aki Erdei Ferenc volt, utólag adta ki ezzel kapcsolatos utasításait. Hát ugye a Málenki robotra való nem jelentkezés, hanem jelölés, azt a helyi községi vezetők határozták el. Egyrészt az volt a cél, hogy sváb legyen, az volt a cél, hogy német ajkúakat telepítsenek ki, olyanok, akik a Volksbundban voltak, olyanok, akik vezető egyéniségek voltak, vagy a hozzátartozók SS-be jelentkezett, a német hadseregbe jelentkezett, de a népsor tekintve bebizonyosodott, hogy egyrészt nem így történt a dolog, hanem voltak olyanok, például az én nagyapám, aki már idősebb volt attól a kortól, amit meghatároztak, mégis elvitték. Voltak olyanok, akiknek semmi közük nem volt a Volksbundhoz, a német hitlerista mozgalomhoz, elvitték. Itt a bosszúállás is, meg az irigykedés is, meg bizonyos fajta leszámolás is szerepet játszott. Mondhatjuk úgy, hogy osztályharc volt. Két csoportba vittek el Kacsmárért. Az első csoport az 44 végén, majdnem, hogy januárban vitték el őket Halasra, és onnan vitték tovább őket, a másik csoportot később. Nagyapámat is elvitték, meg anyámat. Neki mi volt a neve? Neki Czorn Antal volt a neve, egyébként nem volt volksbundista, községi esküdt is volt, tehát a közéletben mindenki tudta, hogy nem odavaló, de mégis elvitték, sajnos ő meg is halt kint. Anyámat is elvitték, ő hazajött szerencsésen 1947-ben, 32 hónapos munka után.
Hogy hívták az édesanyját? Az édesanyámat Szorny Józsefnének hívták, Pécsmár, született Pécsmárja. Közel 5000 fős Katymáron 1941-ben 2470 német ajkú lakott. Igen-igen szimpatizáltak a Volksbunddal, a Wehrmachttal, illetve az SS-szel. Közel 2100-an léptek be ezekbe a szervezetekbe. A málenki robotra való hurcolás nagyon váratlanul érte őket. A katymáriak nagy részét Bajára szállították át 1944-45-ben, 37 férfit és 17 nőt vittek el a Szovjetunióba kényszermunkára. Kumbaja Bácsalmás alatt fekszik. A mohácsi vész után keletkezett. Kunszállás volt, vegyes volt a lakossága, délszlávok, németek, magyarok és zsidók lakták ezt a települést. A 20. századra döntő többségbe kerülnek a németek. Az 1941-es népszámláláskor 2920 főből 2385 ember vallotta magát német anyanyelvűnek. A források nagyon keveset mondanak el róluk. A svábházak, útmenti keresztek, temetői sírfeliratok tanúskodnak arról, hogy nagyon sok német élt annak idején ezen a településen. 1944-45-ben 14 férfit és 7 nőt hurcoltak el Kumbajáról Szovjetunióba kényszermunkára. Nemesnád udvar a felsőbácskai régiótól északra fekszik, az egykori Pest-Pilisolt-Kiskun vármegye déli részén. Döntő többségben németek lakták mindig ezt a települést. Az 1941-es népszámláláskor 2555 fő vallotta magát német anyanyelvűnek a 3000 fős Nemesnád udvaron. Életmódjukkal, gazdasági tevékenységükkel meghatározták ennek a kis községnek az életét. Temetői sírfeliratok, házak, útmenti keresztek jelzik, hogy akkoriban itt milyen nagy német élet folyhatott. A Volksbunddal, a Wehrmachttal és az SS-szel jó néhányan szimpatizáltak, közel 1200-an léptek be ezekbe a szervezetekbe. Az, hogy milyen nagy csapást jelentett a II. Világháború utáni málenki robot, illetve a kitelepítés, jól mutatja, hogy alig 700-an maradtak 1949-re Nemesnád udvaron. Forrásaink szerint közel 200 főt hurcoltak el 1944-től erről a településről, és kerültek a Szovjetunió gulág gupfi táboraiba, ahol szörnyűséges körülmények között igen sokan meghaltak közülük.
vaskút a bajai járásban Baja alatt fekszik. Már a 15. században emlegetik ezt a települést. Vegyesnek mondhatjuk az összetételét, de döntő többségben mégis svábok éltek itt. Az 1941-es népszámláláskor 4705 főből 3846 fő volt német anyanyelvű. Nem szimpatizáltak a harmadik birodalommal, viszonylag kevesen, 1500-an léptek be a Wehrmachtba, az SS-be, illetve a Volksmundba. Sváb házak, régi sírfeliratok jelzik azt, hogy itt bizony németek éltek, németek határozták meg a település képét. Jelenlegi forrásaink szerint 1944-45-ben Bajára szállították őket, és onnan mentek Málenki robotra, szovjet területre. Forrásaink alapján 143 vaskúti németet vittek el ebben az időszakban. Közülük nagyon kevesen tértek vissza, de vannak még túlélők a településen, sajnálatosan a félelem még mindig él bennük, és nem merik elmondani azt, hogy mi történt velük annak idején.